Idén 9. alkalommal rendezték meg a Szent László napi íjászversenyt Pejtu mezején. A kezdés előtt a résztvevők egy perces néma csenddel emlékeztek meg a nemrég elhunyt íjász és betyártársuk Bognár István Bociról. Az ország egész területéről érkeztek íjászok, hogy összemérjék tudásukat Pejtu mezején. Szenior, felnőtt, ifjúsági, gyerek és mini kategóriákban lehetett nevezni. Visszacsapó tradicionális reflex íjjal, longbow-val, modern longbow-val és vadászreflexes íjjal is indulhattak a versenyzők. 21 egyedi célra kellett lőniük, melyek 3D-s, 2D-s és technikai célok voltak, körönként 3 lövéssel. A verseny végén helyben készült estebéddel várták a megfáradt íjászokat. Első helyezett szenior kategóriában Németh Szilárd, felnőtteknél Gyetvei Attila és Pestiné Pajcs Marianna. Ifjúsági korosztályban Marsi Márton, Susorányi Evelin, gyerekeknél Marton Kristóf, valamint a miniknél Szabó Csongor és Varga Jázmin lőtt a legjobban. Longbow kategóriában Schmidt Tibor és Hamar Orsolya, bérbóban pedig Fekete Barna ért el a legtöbb pontot. Vadászreflexes versenyben első helyezést ért el Nagy Ferenc, Berta Pál, Kalmár Marian és Wagner Csilla. A vándorfokost a legeredményesebb versenyző Schmidt Tibor vihette haza.